rendkívüli közgyűlés. A képviselők hosszan vitáztak az SMS módosításról, a Szombathely névhasználatról és a sportkomplexum által kért tagi kölcsönről is. Erdőgazdálkodási stratégia. A klímaváltozás miatti problémákra Szombathelyen keresték a választ az Európai Unió több országának szakemberei. Szent Márton öröksége. Nemzetközi konferencia kezdődött arról, miként válhat minél többeknek példaképévé Szombathely szülöttének szellemisége. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Bálint Éva. Jó estét kívánok! Rendkívüli ülést tartotta a Szombathelyi Közgyűlés csütörtökön. Erre azért volt szükség, mert több korábbi döntés újratárgyalását kérte a polgármester. A nyilvános ülésen három előre tervezett és egy aznap felvett napirendi pontot vitattak meg. Elsőként az önkormányzati szervezeti és működési szabályzat módosításának ügyéről volt szó. A polgármester és a Fidesz frakció szerint lassítaná, nehezíteni az ügyintézést, ha a javaslat szerint változna a hatáskör megosztás a bizottságok és a közgyűlés között. Nemény András, az Éjjel-Szombathely frakció vezetője ezzel szemben úgy vélte, éppen a közgyűlés nyilvánossága lenne a garancia hatékonyabb munkának, hiszen így a választópolgárok is jobban tájékozódhatnak. Az új többség szeretné továbbá azt is, ha minden hónap utolsó csütörtökén lenne az ülés, így tervezhetőbben dolgozhatnának a képviselők. A rendeletet végül 11 igen szavazattal fogadták el. Tárgyaltak a képviselők a városnév használatot szabályozó rendelet módosításáról is. A baloldal szerint aggályos, hogy politikai célokra használja a Szombathely nevet egy magánkiadású sajtóorgánum, amelyet nemrég a címlapon hozott képek miatt a további jogsértésektől is eltiltottak már. Nemény András kiemelte, hogy ez a lakók megtévesztése, hiszen sokan a városlapjának hiszik. Illés Károly alpolgármester úgy vélte, hogy csak politikai véleményt fogalmazott meg az újság, erre pedig az alaptörvény is lehetőséget ad. Ipkovics György bizottsági elnök felvetette, hogy pontosítani kellene a névhasználati engedély kiadásának feltételrendszerét. A javaslatot a közgyűlés végül elfogadta. Harmadik napirendként a Haladásporkomplexum fejlesztő non-profit Kft. Által kérvényezett tagi kölcsönről vitáztak a képviselők. Ennek eredményeként végül 30 millió forintot szavazott meg a közgyűlés a Kft. Számára azzal a kikötéssel, hogy az összeg felhasználásához a felügyelőbizottság szignója kell. Továbbá felhatalmazták a polgármester, hogy 10 napon belül folytasson tárgyalásokat a Haladás képviselőivel az illetékes minisztériumban a 297 millió forintnyi kormányzati támogatás megfelelő felhasználásáról. Szent Márton öröksége Magyarországon és Európában címmel kétnapos nemzetközi konferenciát szerveznek Szombathelyen a Szent szülővárosában. A szervezők célja, hogy a kultusz a nemzeti szellemi örökség részévé váljon, kiteljesedjen és minél több ember számára váljon példaképpé Szent Márton alakja. A találkozón bemutatták, hogy más európai városok miként őrzik Márton szellemiségét. A legenda szerint 316-ban Szaváriában született Martinus, aki később a katolikus vallás egyik legnépszerűbb szentjévé, az önzetlenség és segítés szimbólumává vált. Életének legtöbbet ábrázolt mozzanata, amikor megosztja köpenyét a koldussal. Alakjához számos hagyomány kötődik a Márton kiflitől a liba ételekig. Ebben az a nagyszerű, hogy egy olyan unikális személyiségről van szó, aki még 1700 év után is meg tudta őrizni azt az aktualitást, azt a frissességet, amellyel a ma emberének üzenhet, és partnerséget, kapcsolatépítést, akár személyes kapcsolatépítést is inspirál. A konferencia résztvevőit Puskás Tivadar polgármester köszöntötte, aki elmondta, már Nagy Károly idejében kialakult a Szent Márton személyét és szülőhelyét övező kultusz. A konferenciának egyik célja elérni azt, hogy a Szent Mártonhoz kapcsolódó örökség az a nemzeti örökségnek a része legyen. Nem ilyen utak vezetnek ennek a célnak az eléréséhez. Tehát ez az egyik. Ugye Hollandiában, Németországban ezt a célt már elérték. A találkozóra olyan településekről hívtak előadókat, ahol a mártoni örökséget ma is ápolják, köztük Olaszországból, Németországból, Szlovákiából és Lengyelországból.
Kempenben van Németország, de talán egész Európa legnagyobb mártonnapi felvonulása. 6000 diák és felnőtt vesz részt a kultusz ápolásában. A Szent Márton Egyesületnek is tagja vagyok, legfőbb feladatunk, hogy a szent kulturális örökségét, kultuszát életben tartsuk. A kétnapos programban arról is szó esik, hogy lehet a 21. századi emberhez közel hozni Szent Mártont. A résztvevők sétát tesznek a Szent szülővárosában, megtekintik a hozzá kötődő emlékeket. Az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása a városaink és régióink fenntartható életmódja érdekében címmel tartotta konferenciát. A Szombathelyi Erdészet ZRT központjában lévő eseményre Európa számos országából érkeztek döntéshozó szakemberek. A cél az erdők védelme, a klímaváltozás által okozott problémák megoldása. 6 nyelven szólaltak fel azon a konferencián, amelyet az erdők védelme érdekében szerveztek Szombathelyen. Az unió döntéshozói és külső szakértők, valamint a hazai szakemberek mondták el a tapasztalataikat és a kutatási eredményeiket a régiós erdőgazdálkodással kapcsolatban. Az, ami a következő években cél, hogy az erdősültség mértéke elérje a 27-28%-ot Magyarországon, mondhatjuk akár azt is, hogy Vas megye lehet ebbe a példa, hisz az átlag 20-21%-os erdősültséggel szemben nálunk már most is 27%-a az erdősültség. 2016-ban jött létre a BioEast kezdeményezés. Ennek kapcsán Juhász Anikó helyettes államtitkár az éghajlatváltozásból eredő sajátos kihívásokról beszélt. A kontinentális bioföldrajzi régió azonos problémákkal küzd. Illetve a klimatikus viszonyaink nagyon hasonlóak ezeken a területek Közép-Kelet-Európában, úgyhogy ebben működnek együtt az a 11 tagállam, aki a kezdeményezésünk része, és gyűjtjük össze azt a tudást, illetve azt az igényt, ami felmerülhet, hogy jobban csináljuk együtt. A Hazai Erdészeti Kutatás Központja Sárváronban. Az intézet igazgatója a felmelegedés és szárazság hatásának kompenzációs lehetőségeiről beszélt. Borovics Attila szerint a cél az őshonos erdők fennmaradása. A megoldás a kulcsa maga a növényanyag, az okos emberen kívül, az erdészen kívül. Ha jó helyről jó helyre visszük a növényanyagot, tehát egy szárazabb helyről összegyűjtöm a szaporítóanyagot és idehozom, akkor gyakorlatilag 1000 évnyi távolságot tudok azonnal leküzdeni egy egyszerű döntéssel. A mi munkánk az, hogy A és B pont között ezt a kapcsolatot megteremtsük, erre ma már a térinformatika és a genetika eszközei lehetőség van. A megoldást Borovics Attila abban látja, ha dél-kelet-európai szaporítóanyag kerül a hazai erdőkbe, ezek a melegebb és szárazabb égtájon élő fák több évtizedig kibírhatják az éghajlatváltozás miatti aktuális magyar viszonyokat. Eszközadomány érkezett a Markusovszky kórház gyermekosztályára. Átadták a könyvtár képregénypályázatának díjait. A zivatar és a tűzvédelem voltak a témái annak a két rajzpályázatnak, amelyre vasi óvodások és iskolások küldték be alkotásaikat. Rövid hírekkel folytatjuk. Több nyugat-magyarországi egészségügyi intézmény, köztük a Markusovszky kórház is gyógyító munkát segítő eszközöket kapott az egyik hazai bank gyógyvarás programjában. Az ügyfelek a bankfiókokban és online is szavazhattak a kórházakra. A gyermekosztály számára adtak át csütörtökön vérnyomásmérőket, légzésfigyelő készülékeket, érintés nélküli lázmérőket és testhosszmérőket. Az adományt örömmel fogadták Szombathelyen Káldi Zoltán orvos igazgató és Csák Vári Violetta osztályvezető főorvos mondott köszönetet érte. 27-en küldték el alkotásaikat a Berzsenyi Dániel könyvtár által meghirdetett országos képregény pályázatra. Egy megadott könyvlistáról választhattak a jelentkezők, ezek egy-egy fejezetéhez rajzoltak képregényt. Sokakat megihletett például a Harry Potter sorozat, a Hobbit és az Éhezők viadala. A zsűri a fantáziavilágot, az újszerűséget és az egyéni kifejező készséget értékelte. Az eredményhirdetésen több külön díjat is kiosztottak. A 14-18 éves korosztályban a Salgótarján Kassa Laura nyert, a 19-25 évesek között Szőnyi Dániel lett első Kaposvárról. A legjobban sikerült munkákból kiállítás nyílt a könyvtár első emeleti olvasóterében.
A Vas megyei tűzoltó és polgári védelmi emlékhely adott otthont a közelmúlt két rajzpályázata eredmény hirdetésének. Számos pályaművet készítettek a vasi diákok a muraszombati mentési és védelmi kirendeltség képzőművészeti és irodalmi felhívására, amelynek a zivatar volt a témája. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság pedig a tűzvédelem témájában várta a rajzokat. A megyéből több mint 100 óvodás és iskolás vetette papírra, hogyan látják a tűzoltók hétköznapjait. Az alkotásokat több kategóriában díjazták, Bognár Balázs a katasztrófavédelem megyei igazgatója megköszönte a pályázók munkáját, szüleik, tanáraik támogatását. A tűzoltók tevékenységével május 25-én ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a megyében ugyanis 39 szertár kapuja nyílik meg akkor. Óvodásoknak szervezett zsinórlabda bajnokságot a Szombathelyi Sportközponti Sportiskola azért, hogy minél több fiatallal megismertessék és megszerettessék a játék komolyabb változatát, a röplabda sportágat. 110 kisgyermek és 30 pedagógus vett részt az eseményen, amelyet negyedszer rendeztek meg a rossz idő miatt most zárt helyen. Száznál is több kisgyerek zömében szombathelyi óvodások vettek részt a szerdai zsinórlabda bajnokságon az Aréna Szavária kis csarnokában. A negyedszer megrendezett versenyt Puskás Tivadar szombathelyi polgármestere nyitotta meg. Ennek az az értelme, az a lényege, hogy a fiatalok, a gyerekek a sporthoz ragaszkodjanak, a sportnak örüljenek. A zsinórlabda a röplabdázást előkészítő játékforma, és kifejezetten ebben a korosztályban alkalmas arra, hogy a komolyabb sportágat is megszerettesse. A labdaérzék nem árt, de nem ez a legfontosabb. 16 nagycsoportos korú gyermeket hoztunk magunkkal, 3 csapatot ad ki, és az óvodánkban délelőttönként a sportpályánkon gyakoroltunk erre a megmérettetésre. 8 gyerekkel jöttünk, 10 kisgyerekkel terveztük, de sajnos betegek lettek, úgyhogy 8-an érkeztünk. Minden héten van nálunk labdajáték, amit nagyon-nagyon élveznek a gyerekek, és igazából nem készültünk különösebben, ez napi rutin. Az előkészületekben a Magyar Röplabda Szövetség, az Ovisport Alapítvány és a Tiszta Formák Alapítvány segített. A házigazda a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Volt. Az ovisok komolyan vették a küzdelmet, de a szervezők odafigyeltek rá, hogy senkit ne érjen kudarc élmény. Egyre népszerűbb az óvodákban is már ez a játékforma. Készülnek rá, Isten igazándiból a játékos örömszerzés a célunk ezeknél a gyerekeknél, vagy ennél a korosztálynál, az eredményt nem számoljuk. Egy mérkőzés, vagy hát egy ilyen játék 10 percig tart, minden csapat 8-szor kerül a parkettára, és az a lényeg, hogy mindenki jó szájízzel távozzon. Hosszú távon pedig a sportiskola célja, hogy később minél több mozogni szerető fiatal csatlakozzon hozzájuk. Szerdán este az Aegis Körment 88-68-ra kiütötte a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj együttesét. Ezzel a Rábapartiak zártak az első helyen a férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokság felsőházi középszakaszában. A Falko együttese a második helyen végzett, így a szombathelyiek ellenfele a playoffban a Kecskemét lesz. Az egyik fél 3 győzelméig tartó párharc első felvonását szombaton 18 órától az Aréna Szaváriában rendezik. Hazai környezetben játszotta le utolsó mérkőzését a Szóese női kosárlabda csapata az amatőr NB1-es bajnokságban. Szabó László lányai az első negyedben még ugyan vezettek, de a MAFC végül simán 14 ponttal múlta felül vendéglátóját. A papírforma vendégfölényt sejtetett, ám ennek a mérkőzés elején nyoma sem volt. Jól kezdték a hazaiak a találkozót, 5 ponttal is vezettek, ám a MAFC hatékonyabban lepattanózott. Az első negyed 14-11-el zárult. A folytatásban sebességet váltottak a vendégek, könnyű kosaraikkal zsinórban 13 pontot hintettek. A Szóesénél a támadás és a védekezés sem működött. 3 perccel a negyed vége előtt találtak be először a szombathelyiek ebben a játékrészben. Ekkor azonban mintegy varázsütésre magukhoz
visszatértek a hazaiak, és a félidő végére 5 pontra jöttek fel. A harmadik negyedben ismét megszórta ellenfelét a MAFC, a szóesének csak fellángolásai voltak. 44-56-os állásnál vágtak neki a csapatok a hajrának. Bár 16 pont is volt már a felek között, a hazaiak egy percre sem adták fel a csatát, és 8 pontra zárkóztak. Ezzel el is lőtték az utolsó adag puskaporukat is. A vége 66-80 lett. A MAFC megmutatta, hogy miért a harmadik a tabellán. Nálunk egy sokkal jobb csapat. Én azt gondolom, hogy ma jól is játszottak. Nekünk igazából védekezésben voltak gondjaink. Jól dobtak kintről, sok támadó lepattanót szedtek, és azt gondolom, hogy mi nem tudtunk hosszabb távon jó periódusokat felmutatni. Nekik volt 2-3 hosszabb periódusuk, ezzel gyakorlatilag el is döntötték, és meg is nyerték a mérkőzést. Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Szombathelyen, küzdelmes volt, igyekeztünk a héten felkészülni rájuk, odafigyeltünk arra, hogy miben erősek, azt megpróbáltunk odafigyelni és kihasználni a gyengeségeket. Hál' Istennek sikerült, úgyhogy ezzel a győzelemmel megszereztük a harmadik helyezést ebben a csoportban. A vereség nem befolyásolta már a Szóese tabellán elfoglalt pozícióját. Szabó László lányai 24 mérkőzésből 8-at megnyerve és 16-ot elveszítve végül a 9. helyen zártak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!